nagy tisztelettel szeretettel üdvözlök még egyszer mindenkit, és persze nehéz szavakat találni, mert ahogy sokszor a egyetemi előadásaimért is szoktam mondani, hogy ha megáll a tudomány, akkor jön a költészet. És legyünk őszintén, gyakran megáll a tudomány. A költészet azt is ki tudja fejezni, amit a tudomány soha. És különösen zavarban vagyok mindig ilyenkor, az egy évente általában sor kerül erre, hogy előadóként is találkozhatok veletek, hiszen egy olyan tudományba álltam bele magam, amihez, mint annyi más tudományból, szintén nem értek. Viszont azért teszem meg mégis, mert abban reménykedem most is, meg ahogyan az előző években is, hogy talán mégiscsak megértő kegyeitekbe ajánlhatom, hogy fogalmazunk akkor így néhány olyan összefüggés, ami mindnyájukat segíthet abban, hogy az a sajnos még nem létező disziplína, aminek a létezésében, vagy mondani létrejöttében a Marcival most már 17. éve reménykedünk folyamatosan, és amit magunk között úgy szoktunk megnevezni, hogy energiafilozófia, az valahogy majd csak létrejön. Tehát bizonyos értelemben mindazt, amit én itt ellenetek elkövetek, nagyjából évente egyszer, most ez az előadás is, arra mentség nincs, de van magyarázat, és ez a magyarázat valami olyasféle energiákban található meg, mint ami ebből a versből is kicsendül. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretnénk mindketten azt, ebben is van valami szimbolikus üzenet, hogy most már én is egy-két évvel még idősebb is vagyok, mint a Marci volt akkor, amikor én megismertem. Tehát nagyjából azt az időszakot jártuk itt be, ami köztünk korban meglévő különbség, és ugyanazzal küzdködünk mindketten, mint ahogy itt a teremben ülők egy része is, azt gondolom. Diszkréten ezt úgy szoktam mondani, hogy akik már 70-es években is aktív keresők voltak, és hát ezzel szoktam célozni arra, hogy már nem annyira vagyunk fiatalok, mert amiről szólni szeretnék, ez a bizonyos entrópia, mint központi kategória, az valójában ezt a döntő fontosságú kérdést teszi fel, és arra próbál valamilyen magyarázatot találni, hogy az energetikában és általában a szűkebben vett szakmában, a gazdaságban, a közgazdaságtanban hogyan is kellene értelmezni azt, amit a költészet valójában gyönyörűségesen, már régességen sokkal pontosabban kifejtett, mint ahogy a tudomány valaha is tud, amikor Petőfi azt írja, hogy elhull a virág, eliramlik az élet, vagy József Attila egy kicsit, akinek ugye a születésnapjára emlékezünk mindig ezen a napon, egy kicsit filozófikusabban és talán szomorkásabban azt írja, hogy csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. Igen, ami van, széthull darabokra. És ez az entropikus lejtő az, ami ebből a versből is kicsendült, ami a főszereplője volna mindannak, amit tehát, ahogy említettem, megértő kegyeitekbe szeretnék ajánlani. Ez az alcím, hogy kísérlet egy alternatív elbeszélési mód megalkotására. Ezt már a tavalyi előadásokban is mutattam nektek, engem lenyűgöz, hogy ez az ógörög szó, ugye energia, tehát ugye egy szó összetétel, amelyben az erg egy nehezen lefordítható, misztikus összefüggése utal. A szótárak általában isteni tettként ezt a hétköznapok során egyszerűen csak csodának szoktuk nevezni, vagyis magyarán szólva olyan mélységes, mély szellemi energiáknak, amelyekre nincsen evilági magyarázat, és ide mindig újra és újra érdemes visszatérni. Miközben értelemszerűen a természettudományok művelői értelemszerűen egy
Istentől függetlenül is, az isteni erőtől, a misztikus erőtől függetlenül is értelmezhető valóságra próbálnak rámutatni. Azért legyünk őszinték, amikor megáll a tudomány, részben a költészetet, részben pedig, mert a költészet is mi másra épülhetne, a hitet hívjuk segítségül, ha valóban szeretnénk megérteni a létezés legmélyét. Az én szakmámban ezt úgy szoktam megvilágítani a hallgatóim számára, hogy miközben a világ leganyagibb dolga a pénz, ha azt mondjuk anyagiak, akkor ezt is mindenki tudja, hogy pénzre gondolunk, a világ legszellemibb dolga, ha szabad így fogalmazni, az meg a hit, a bizalom, mi más volna. Érdekes módon mégis a pénzrendszer épül a hitre és a bizalomra, és nem fordítva. Húzd ki a hitet és a bizalmat a pénzrendszered alól, az anyagi rendszered alól, azt nézzed meg, hogy mi fog vele történni. Alig ha véletlen, hogy a magyar nyelvben is a hit megvallása és a hitel, a pénzügyi hitel, vagy a latinban a credo, a hit megvallása és a credit, vagyis a pénzügyi hitel így épül egymásra. Ez a bizonyos erk arra figyelmeztet minket, hogy valami az ember számára örökké megragadhatatlan, legfeljebb a legmélyebb szellemi energiákkal megragadható összefüggésre utal. És amit mi energia nyerésként szoktunk megnevezni, vagy átélni, az valójában az entrópia nyelvén, az elméleti fizika és filozófia nyelvén valójában egy másik rendszer. Tehát nekünk, mint élőknek a magas szintű rendezettségünket, mert az élet egy rendkívül magas szinten szervezett rendszerként működő anyagi struktúra, ennek a fenntartása érdekében, hogy küzdjünk az entrópia ellen, ami állandóan meg akarja bontani ezt a rendezettségünket, a saját rendezettségünk fenntartása érdekében valójában más rendszerek rendezettségét vagyunk kénytelenek szétrombolni. Amikor földgázt, benzint használunk fel, vagy táplálékot veszünk magunkhoz, akkor valójában a világunk, az emberi világunk, a saját részben a saját testünk, részben a saját testünk fenntartásával kapcsolatos anyagi szükségleteink kielégítése érdekében más rendszerek rendezettségét romboljuk össze. Nem megy másféleképpen, még akkor sem, hogyha a hétköznapok során valljuk be, nem igazán szeretünk erről tudomást venni, kényelmetlen szembesülni mindezzel, majd ennek számos részletéről még a továbbiakban szólnék. Az entrópia jelölésére, ugye tipográfiai eszközökkel, hogy hogy bomlik, ami van széthúlt darabokra, ahogy írja József Attila. A nagy kérdés mindnyájunk számára az, hogy ebben a folyamatban, ami az egész emberi létezés legmélyebb dilemmája, meddig mehetünk el? Van-e egyáltalán egyensúly? El tudjuk-e érni ezt az egyensúlyt, vagy valami szomorú, végletes és végzetes lejtővel kell itt szembesülnünk. A Föld zárt ledszer, ezek nyilván mindnyájunk számára, és eleve elnézést is kérek, hogyha a számos fizikai kérdésben nem fogok elő szakszerűséggel fogalmazni, majd az ezt követő beszélgetés során nagyon-nagyon szépen kérem, hogy igazítsátok is helyre a pontatlanságaimat, hibáimat, vagy sok esetben talán a helytelenül megfogalmazott gondolatokat. Tehát a Föld egy zárt rendszer, benne minden energia véges, és ha jól tudom, tulajdonképpen a nukleáris energiát leszámítva, minden energia, amit itt a Földön felhasználunk, felhasználni vélünk, az valamilyen értelemben a napból származik. Vagy még az ősi földtörténeti korokban záródott bele a Földbe, vagy mostanában kapjuk meg a zöld növények a klorofil felhasználásával, illetve ezen növényeket elfogyasztó állatok elfogyasztásával, vagy munkára fogásával, hiszen évezredeken keresztül az ember az állatok izomereit használta fel, és az lényegében ugyanúgy a napból származik, mint gyakorlatilag minden más energia. Érdemes azonban elgondolkodnunk azon, hogy a jelenlegi becslések szerint a napról nagyjából 100 óra alatt sugároz, a nap nagyjából 100 óra alatt sugároz annyi energiát a Földre, mint amennyi a Földön kötött energia összesen létezik. Tehát ha a Föld minden létező anyagi struktúrákban rejtett energiáját, aminek döntő többsége egyébként is a napból származik, egyszerre felhasználnánk, az
összesen legfeljebb annyi volna, mint amit a nap 100 óra alatt sugároz a Földre, pedig a nap ezt évmilliárdokon keresztül teszi. Alig ha véletlen, ennek következtében, hogy a legősibb kultúráktól kezdve minden emberi kultúra a napot tekintette a létezés legősibb és legmélyebb forrásának, és alig ha véletlen, hogy istenként tisztelte, tehát legfőbb istenségként. Kivétel nélkül szinte valamennyi vallásban a nap jelenti az élet, a létezés fenntartóját. Amikor egy alternatív szemlélet megfogalmazására céloztam az alcímbe, akkor erre a sajnálatos módon elfelejtett személyre gondoltam elsősorban. Jellemző módon magyarul nincs is a Wikipédián nyoma a létezésének, azért szándékosan ezt az angol nyelvű lapot szedtem elő. Nagyon érdekes, hogy az élete 6 évvel a 19. és 20. század fordulója után kezdődik, 906-ban, és 94-ben, tehát 6 évvel az újabb századforduló, és most már ezredforduló előtt ér véget. 88 évet élt, tehát életének nagy részét, bár romániai születésű, de életének a nagy részét az Egyesült Államokban töltötte, és jellegzetesen egy szerzős, illetve egy mű körül megszerveződő életművel rendelkezik. Ez a nevezetes mű, ami a magyarul nem hozzáférhető, legalábbis csak ilyen részletekben. Ez a bizonyos entrópia törvénye és a gazdasági folyamat ugye ott látható, és ebben gyakorlatilag arra hívja fel a figyelmet, először tesz közgazdászként kísérletet arra, és legyünk őszinték, mindmáig tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szinte utoljára, hogy a legmélyebb elméleti talapzatra próbálja helyezni azt a döntő fontosságú kérdést, hogy valójában mi is megy végbe abban a valamiben, amit gazdaságot nevezünk, akkor, hogyha az entrópia elméletét is bekapcsoljuk a gazdasági folyamatokba. Nicolae Georgescu érdeme nem elsősorban abban van, hogy az entrópiát bekapcsolja az emberi gazdálkodás és kapcsolata hozza az emberi gazdálkodás folyamataival, hanem hogy nagyon bátran, ezt már a 60-as években megtette, aztán végül is 71-ben adták ki ezt a művét, nagyon bátran először, és hát mindmáig tulajdonképpen egyedüliként hívta fel a figyelmet arra, hogy az uralkodó közgazdaságtal folyamatosan úgy tesz, mintha ez az összefüggés egyáltalán nem létezne. Tehát úgy kezeli a folyamatokat, mintha az idők végezetéig teljesen természetesen, korlátlanul rendelkezésre állna minden anyag és energia, ami azoknak a folyamatoknak, azoknak az anyagi folyamatoknak a folytatásához szükséges, amit a gazdasági, tehát az anyagi szükségletek kielégítése megszervezésének világa, mert ugye ezt hívjuk gazdaságnak, véghez visz. Érdeme tehát abban van, hogy először és mindmáig, tehát egyedüliként hívja fel a figyelmet arra, hogy korunk meghatározó közgazdasága képtelenséget állít. Tehát teljes abszurditásra épül, és ehhez képest köszöni szépen jól van, a világ minden egyetemén továbbra is egy totális képtelenséget tanítanak, olyan axiómákra épülő rendszert oktatnak, és osztanak ki minden évben Nobel-díjat is, hasonló eszmékért, zárója bezárva, amely teljes képtelenségre épül. Tehát nem csak tudománynak nem minősíthető, hanem nagy valószínűséggel, az ember nem igen tud másra gyanakodni, olyan hatalmi struktúrák érdekeit közvetíti, aminek nyomán az uralkodó közgazdaságtant egyszerű hatalom ideológiának kell minősítenünk, aminek semmi köze a valósághoz, illetve hát egyetlen köze van, hogy a jelenleg a világot uralkodó erő közvetlen, rövidtávú stratégiai érdekeit szolgálja, ami egymás között szolgál, családi körben vagyunk, én esetemben ez ráadásul a szakmámmal kapcsolatban önkritika is, ez sima prostitúció.
akárhogy is kerülgetjük. Tehát aki a pénzt adja mindezért, annak az érdekeit teljesíti a közgazdaságtan. Nagyon kevés számú olyan becsületes kísérlet történt, mint Georgescu-i, amelyik ennek ellenére próbálja felhívni a figyelmet a valóságos összefüggésekre. A továbbiakban, most már egy kicsit börgetve, elsősorban az ő gondolataira épített 5-6 dia következik itt majd. Ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy alig van közgazdász, aki egyáltalán felmerte volna tenni az elmúlt 200 év során azt az alapvető kérdést, hogy egyáltalán mi történik a gazdasági folyamatok során. Ha az ember nem tud értelemszerűen anyagot és energiát teremteni a semmiből, de akkor mi az a valami, amit gazdasági növekedésnek tekintünk, nem? Mert itt hát ugye állítólag arról van szó, hogy hatalmas tömegű új anyag és energia tömeg keletkezik. A gazdasági növekedés legalábbis az egyszerű emberek számára azt az illúziót kelti, hogy itt a semmiből keletkezik valami hatalmas tömegű, történelmileg óriási tömegű gazdagság, anyagi gazdagság, anyag és energia az emberiség számára, miközben evidencia, hogy erről természetesen szó sem lehet, mert ez tökéletesen szembe menne mindazzal, amit az elméleti filozófia feltételez. Tehát, hogy hogyan tud az ember valami anyagi jellegű dolgok hihetetlen tömegét, gigantikus tömegét létrehozni, annak ellenére, hogy az elemi fizikai filozófiai axiómák szerint erre természetesen képtelennek kell lennie az emberiségnek. A válasz ezekre a kérdésekre mondja nagyon egyszerű, mert az a fajta anyagi folyamat, amely a gazdaságban zajlik, nem hoz létre, ott kiemelve, nem hoz létre és nem pusztít el anyagot és energiát, csak felvesz, illetve folyamatosan kibocsát. Mégpedig úgy, hogy a gazdasági folyamatban értékes, és ez nagyon lényeges gondolata, csak nagyon nyersen a lényeget fejezi ki, a gazdasági folyamatban inputként értékes természeti erőforrások lépnek be, hát más nem lépett be, hiszen az ember a külső természet, a saját belső természetével a külső természet felé fordul, tehát értékes természeti erőforrások lépnek be, a végén meg értéktelen hulladék kerül ki belőle. Vagyis a gazdaság nem más, mint egy globális, egy komplex globális hulladékgyártó művek. Legalábbis, ha nyersen a lényeget fejeznék ki, akkor valójában erről van szó. Kicsit elegánsabban fogalmazva a termodinamika nézőpontjából nézve, anyag és energia alacsony entrópiájú állapotban, vagyis magas rendezettségű állapotban lép be, és magas entrópiájú, vagyis alacsony rendezettségű anyag és energia tömegként lép ki a rendszerből. A talány, tehát nemhogy nem oldódik meg, hanem tovább fokozódik. Az élő szervezete látszólag legalábbis viszonylag rövid időn belül változatlannak, ugye mi magunk is azért viszonylag rövid távú időben, hetekben, hónapokban, de akár mondjuk években számolva is, többé-kevésbé változatlanok vagyunk, szeretnénk is megőrizni azt az állapotunkat, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez viszont értelemszerűen minden élőlénynek arra van szüksége, hogy az entrópia általános törvényével szembeszegüljön. Tehát azokat az erőket, amelyek viszont meg akarják bontani, ami van szét hull darabokra, ez nyilván minden élőrendszerre igaz, tehát azokkal az erőkkel szemben folyamatosan fellépjen, hogy mindent megtegyen annak érdekében, legelőször is ugyebár nekünk embereknek, vagy emlős állatoknak, az állatok többségének lélegeznünk kell, tehát levegőt kell felvennünk, vizet kell felvennünk és táplálékot kell magunkhoz venni, hogy végbe mehessenek bennünk azok a folyamatok, amelyek esélyt adnak arra, hogy az entrópiát, az entrópiával szembeszegüljünk. Hát legalábbis az életünk egy bizonyos szakaszában, amikor erre lehetőség nyílik. Életünk utolsó szakaszában értelemszerűen elkezdődik az a végső hanyatlás, amikor már semmilyen erőfeszítésekkel nem vagyunk képes ezt az entrópikus romlást legyőzni. Az élet nagy rejtélye, valójában máig is megmagyarázhatatlan rejtélye, tehát az, hogy minden élőlény hihetetlen energiával küzd ez entrópia ellen, egy, kettő,
ez a küzdelem csak úgy lehet sikeres, hogyha folyamatosan mások entrópiáját roncsolja szét. Figyelem, vegetáriánusok, a növényeket is leöltössük, nem csak az állati lényeket. Pontosabban van egy kiegészítés, ezt egy későbbi diában próbálom kiemelni, de logikailag talán ide kívánkozik. Nem tudom, megfigyeltétek-e, tehát vagy leöljük az élőlényeket, hát már leginkább állatokat, növényeket is, vagy ha nem öljük meg őket, akkor mit is csinálunk? Szigorú ellenőrzés alá vonjuk a reprodukciós, a szaporodási mechanizmusokat. Mert mit is csinálunk? Elvesszük a növénynek a magját, termését, gyümölcsét, tehát amivel szaporodni tudna. Az állatoktól elvesszük a tojást, a kaviárt, a halaktól, ami szintén ugye a halak petéi, elvesszük a tejet, azt a tejet, ami valójában szintén a szaporodással kapcsolatos, hiszen az utódok felneveléséhez kapcsolódik. Tehát két lehetőség van, vagy el is pusztítom az adott élőlényt, szétroncsolom az entrópiáját annak érdekében, hogy a magam entrópiáját meg tudjam őrizni, vagy szigorú ellenőrzés alá vonom a reprodukciós rendszerét. Valójában az overfishing jelentése, ugye a tengeri túlhalászat, hogy most már évente körülbelül kétszer annyi élő biomasszát veszünk ki a tengerekből, mint amennyi benne reprodukciós, ugye normális reprodukcióval újra termelődik, vagyis most már nem csak a hozamot veszünk el, hanem brutálisan belenyírunk magába a tőkébe is, az drámai módon hívja fel a figyelmet erre a sajátos összefüggésre. Georgescu egyértelművé teszi, hogy a biológiai élet valójában bármilyen körülmények között is létezik, felgyorsítja ezt az entrópiát a környezetébe, tehát szükségszerűen maga az élet szükségszerűen és kikerülhetetlenül deficitet teremt, entrópikus deficitet teremt, akárhol jön létre, tehát ahol az élet létrejött, és később létrejön a tudatos élet, annak az egyik legdöntőbb feladata, és ez a legmélyebb filozófikus kérdés, olyan visszaavatkozás ebbe a rendszerbe, ami mégiscsak helyre tudja valamilyen módon állítani ezt a deficitet, ha és amennyiben erre bármilyen lehetőség nyílik. Tehát akárhogy is nézzük, amit a gazdaság véghez visz, az ugye még egyszer összefoglalva a lényeget, alacsony entrópiájú, vagyis magas szervezettségű, értékes természeti erőforrásokat átalakít tulajdonképpen hulladékká, vagyis magas entrópiájú, alacsony rendezettségű anyagokká, annak érdekében, hogy a saját életét az ember és az életéhez szükséges anyagi szükségleteit kielégítse. Azonban hívja fel a figyelmet Georgescu, és itt a lényeg, a gazdasági folyamatok, amik tulajdonképpen nem más jelentenek, mint az ember anyagi szükségletei kielégítése megszervezésének világát. Valójában természetesen nem ezt, mert ugye ez így azért elég brutálisan hangzik, hogy tulajdonképpen egyebet sem csinálunk, mint hogy hulladékot gyártunk, tehát nagy globális, hanem az egésznek az alapvető és legmélyebb filozófikus célja az emberi létezés fenntartása. De az emberi létezés fenntartásának filozófiai értelemben csak akkor van értelme, és csak akkor jogosult ontológiai értelemben az ember létezése, hogyha az emberi élet fenntartása pontosan arra irányul, hogy ezt a talányt, ezt az alapvető feszültséget valamilyen módon feloldja. Mindez új megvilágításba helyezi Georgescu szerint, és azt hiszem ezen érdemes elgondolkodni most a migrációs válsággal kapcsolatban különösen, amely mögött kikerülhetetlenül gigantikus demográfiai összeütközések húzódnak meg. Új megvilágításba helyezi ez a megközelítési mód, amit Georgescu az elmúlt 50 év során egyetlenként produkált, azt a kérdéskört, amely a körül a vita körül zajlik, hogy akkor az ember, illetve a Föld az emberiségnek milyen létszámát tudja eltartani. Készültek olyan tanulmányok is, amelyek a jelenlegi 7,5 milliárd helyett úgy gondolják, hogy a Föld akár 45 milliárd, ez a legfelső
Wexley és 45 milliárd ember eltartására is képes. Georgescu azonban egy nagyon érdekes és elgondolkodható mozzanatra hívja fel a figyelmet, ahogy fogalmaz, úgy tűnik azonban, mondja, hogy egyetlen népesség szakértő sem tette fel az emberiség jövője szempontjából sokkal életbe vágó kérdést, és sajnos ez valóban így van, én sem találkoztam vele, hogy milyen sokáig lehet adott nagyságú világ népességet, legyen az 1 milliárd vagy 45 milliárd, fenntartani a Földön. És valóban megdöbbentő, akár hiszitek, akár nem, én is nagyon alaposan utána néztem, tényleg senki ezt a kérdést így, na de mégis mennyi ideig akarsz élni? Mert ugyebár 5 percig valószínű több száz milliárd embert is képes lenne eltartani a Föld, de nagy kérdés, hogy össze 5 percet szeretnénk-e itt tölteni. Mert ahogy ez kinéz, azért minimum mondjuk millió években, tehát nem 5 percet, hanem mondjuk 5 millió évet szeretnénk itt tölteni, és ha nem 5 percig kívánunk itt berendezkedni, mondjuk több száz milliárddal, hanem 5 millió évig, akkor ez a kérdés már egészen másféleképpen vetődik fel. Akkor itt mondanám el, hogy amire már tavaly is felhívtam a figyelmet, egy viszonylag egyszerű kézi számológéppel is könnyen kiszámíthatjuk, hogy ha évi 1%-os energiafelhasználás növekedéssel számolunk, ami ugye az utóbbi évtizedek általános, tehát globálisan az emberiség nagyjából ilyen 1%-kal több energiát fogyaszt el évente, ez nagyjából 70 évenként jelenti az energia szükséglet megkétszereződését. Erre azt mondhatnánk, hogy Pinflier, évi 1%-os növekedés, ezt nem is érzékeljük. Igen, az, hogy 70 év alatt megkétszereződik, erre azt mondjuk, hogy ez rendkívül szerint. Ezekben az időléptékekben, tehát egy ember élet során megkétszereződik, ez aztán igazán szerénynek mondható. De ha 5 millió évre akarunk berendezkedni, akkor egy ilyen kis kézi számológéppel egy picit tovább kellene számolnunk, és ebből nagyon érdekes összefüggések derülnek ki. Például az, hogy nagyjából olyan 3600 év alatt a naprendszer minden energiáját fel kell használnunk egyetlen év alatt, hogyha évi 1%-os növekedéssel 3600 év múlva is szeretnénk itt a Földön élni. 5000 valahány év elteltével az egész galaxis összes energiáját, a központi fekete lyukkal és egyebekkel együtt fel kellene használni, és nagyjából 10000 év múlva egyetlen év alatt az általunk jelenleg ismert világegyetem összes energiája sem lenne elég ahhoz, hogy a Föld nevű bolygó egyetlen évi energiafelhasználását fedezze. És azért azt hiszem, hogy mennyire igaza van Georgescu-nak az időfaktorban, ez az egyszerű gondolat kísérlet, mindenki utána számolhat. Tehát évi 1%-os növekedés, az 10000 év alatt 10-40-en körüli összeghez vezet, ami azt jelenti, hogy nagyjából a ma létező világegyetem minden energiáját fel kellene használnunk egyetlen év alatt. Nagy kérdés, hogy a következő évben, miután egyetlen év alatt bedaráltuk az egész világegyetemet, akkor a következő évben mi történik. Egyúttal arra is felhívja a figyelmet, ez is nagyon elgondolkodtató mozzanat, az életművének egyik fontos üzenete, hogy amikor az ember gépesíti a mezőgazdaságot, tehát ugye a modernitás, agrárforradalma, valójában egy olyan változást jelent az egész emberiség számára, ahol az igavonú állatok helyett, amelyek a nap viszonylag közvetlen energiáját használják fel, tehát a nemrégiben ideérkező napenergia, ami a növényekben halmozódik fel, azt elfogyasztja az állat, az átmegy az izomerejébe, tehát a közelmúltban ideérkező napenergiát használjuk fel mindezzel, amikor azonban benzinhajtású gépekre térünk át, akkor értelemszerűen a nap több száz millió évvel ezelőtt, ugye fosszilis energia forrásokként több száz millió évvel ezelőtt keletkezett erőforrásait használjuk fel, és Georgescu arra az megint csak nagyon elgondolkodtató összefüggésre hívja fel a figyelmet, hogy ez a váltás, ez azért elég jelentősen civilizatórikus méretekben alakít át sok minden az egész földi létezésben. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az ember biológiai létezése a jövőben, hát már ha errefelé haladnak a folyamatok, az ember biológiai létezése a jövőben
a két alacsony entrópia forrás közül egyre inkább a szűkösebbiktől válik függővé. Hiszen a földtörténeti értelemben megkötött energiák mennyisége, azt láttuk az előző példából, hogy a napról körülbelül 100 óra alatt áramlik ide annyi energia, ami a földben összesen megkötött energiaként létezik. És a modern civilizáció mégis ezen sokkal szűkösebb erőforrás felé fordul ezzel a folyamattal, annak értelemszerűen minden várható következményével együtt. Mondanom sem kell, és ez azért nagyon fontos mozzanat, ő maga is önkritikusan azért többször felhívja a figyelmet, hogy nincs és nem is tekintette feladatának, hogy ő akkor most valamiféle megoldási javaslattal álljon elő mindenre. Az ő egész életművének, ezt többször hangsúlyozva ebben a művében is, meg különböző előadásaiban is, amelyek megtalálhatók, mindössze szerette volna felhívni arra a figyelmet, hogy a nyugatias modernitás az emberiség életében egy végzetes csapdának bizonyulhat. Amely csapda persze, mint általában a csapdák, a kezdeti időszakban nem látszik csapdának, sőt nagyon vonzó lehetőségnek tűnik, hát másképpen miért sétálnak bele az állatok is a csapdákba. Nyilván azért, mert az első szakaszában, a folyamat első szakaszában, értelem, hogy a csalit miért kapják be a halak, értelemszerűen azért, mert a kezdeti szakaszban valami nagyon vonzó lehetőségként tűnik fel, le is csapnak rá, de miután bezárul a csapda, utána már nem látszik olyan nagyon-nagyon jó lehetőségnek. Mi, ahogy megint csak József Attila mondja, ős patkány terjesz korban köztünk a meg nem gondolt gondolat. És nagy valószínűséggel ez egy rendkívül súlyos meg nem gondolt gondolattá válhat az emberiség történetében. Igen, hát itt írok arról, amire az előbb már felhívtam a figyelmet, hogy vagy elpusztítjuk az élőlényeket, növényeket és állatokat egyaránt, vagy ha nem ezt tesszük, akkor szigorú ellenőrzés alá vonjuk a reprodukciós struktúráikat, a kaviártól a tyúktojásig, a növényektől is, tehát a potenciális utódokat, vagyis a magot, a gyümölcsöt, a termést veszük el, illetve amikor az állatok tejét használjuk, akkor az utódok táplálásához szükséges, nélkülözhetetlen nedveket veszük el tőlünk a saját entrópiánk, tehát magas szintű, illetve magas szintű rendezettségünk fenntartásáért, hogy az entrópiát el tudjuk kerülni. A régi korok embere, noha értelemszerűen tudományosan, mármint a nyugatias modernitás tudományosságával persze nem tudta megfogalmazni ezeket az összefüggéseket, de sokkal mélyebben átérezte ennek a létezését. A magyar nyelvben a szer, ami legalább 100 szavunkban szerepel, például szer szóban is, valójában egy olyan ősi, engesztelő szertartás volt, a szer megtartása, amellyel az ember egyrészt beismerte, hogy valójában a saját életét csak úgy tudja fenntartani, hogy mások életét elveszi. Ennek következtében azért mutatott be áldozatokat, tehát azért szolgáltatta vissza egy részét mindennek, hogy ezzel a szó legszorosabb értelmében irgalomért esedezzen, bocsánattáért esedezzen azoknak az erőknek, amelyek a világot fenntartják, és hogy esküvéssel fogadja azt, hogy mindig és kizárólag csak annyit fog elvenni ebből a világból, csak annyira bontja meg ennek a világnak a rendezettségét, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az életét fenntartsa, és az így fenntartott élete csak akkor lesz méltó élet, hogyha a jó gazda gondosságával, ez egy 3000 éves formula, megpróbálja helyreállítani azokat a légsebeket, amelyeket kikerülhetetlenül okoz annak érdekében, hogy a saját rendezettségét fenntartja. A szerénység, az Isten szerinti élet, megint csak a szer, a tápszer, gyógyszer, maga a szerszám, szertár, szerves, szerkeszt, szerez, ez mind-mind arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar nyelv ősi szerkezetében mindmáig létezik az az alapvető összefüggés, ami felhívja a figyelmet arra, hogy mire kellene törekedni annak érdekében, hogy ezt az egyensúlyt valamilyen módon mégiscsak megpróbáljuk fenntartani. Egészen megrendítő az,
hogy a nyelvünk még arra is képes, hogy ezzel fejezze ki az ellenkezőjét is, mert amikor valaki nem tartja be a szert, ezt majd is így fogalmazunk meg, akkor a szertelen, ugyebár. És nyilván azért szertelen, mert valami külső, nem Isten szerinti kényszernek engedelmeskedik. Tehát a kényszer és a szertelenség egyértelműen mutatja, hogy a nyelvünk olyan hihetetlenül hajlékony, hogy ugyanazzal az ősi gyökkel képes kifejezni azt az ontológiai ellenfelet is, vagy megnevezni azt az ontológiai ellenfelet, a kísértést, mert nyilván erről van szó, ami a szertelenség irányába kényszerít minket, vagyis az isteni törvény megszegésére késztet minket. Ezt részben már elmondtam, ott, amit kiemeltem belőle, és ezt tényleg talán már máskor is megtettem, de nem tudom megállni, hogy ne hívjam fel a figyelmeteket. Kuroszava Akira a 20. század, azt hiszem, méltán legcsodálatosabb filmes életművét hagyta hátra. Egyik legutolsó filmje volt a Derszú Uzala nevű film, viszonylag könnyen elérhető az interneten, tényleg szálljatok rá 2 órát, számomra a világtörténelmi jelentőségű. Tehát filmben egyáltalán emberi művészeti alkotásban bemutatni ezt a csodát, amiről itt hát, hozzá nem egészen méltó, hétköznapi és kifejezésekkel próbáltam szólni, ez csodálatos. A film költészetbe oltott nyelvén, képi nyelvén hihetetlen csodálatosan fejezi ki ezt a lényeget. Derszú Uzala egyébként egy ilyen a tajgában élő ember, aki már ott is született, egész életét ott töltötte, és a vele való találkozása, tehát a nyugatias civilizációjának a vele való találkozásának a megrendítő, egyszerre csodálatos és felemelő, de megrendítő és tragikus története, hogy hogyan is találkozik össze, hogyan is próbál együttműködni, és hogyan súrlódik egymással a nyugatias modernitás, és az az ősi szemlélet, az az ősi szakrális szemlélet, amit ez az erdei ember Derszú Uzala testesít meg ebben a filmben. Tehát türelemmel, szelídséggel, alázattal kellene a jó gazda gondosságával felfogni mindezt, és csak úgy beavatkozni a minket körülvevő világba, amely beavatkozás türelemmel, szelítséggel, alázattal arra törekszik, hogy megismerje ennek a világnak a legalapvetőbb és legmélyebb természetét, és kizárólag csak ezen világ legmélyebb, legbelsőbb természetével, ahogy tudományosan fogalmazni szoktuk, adekvát módon avatkozzon be ezekbe a folyamatokba. Az a mód azonban, ahogy a nyugatias modernitás embere kapcsolódik be, avatkozik be ezekbe a folyamatokba, az sokkal inkább, ugye divatos kifejezéssel élve, a hacker mentalitásához hasonlítható. Cinikus gátlástalansággal brutálisan feltöri az anyagi világ legalapvetőbb belső kódjait, az élet, lásd genetikai manipuláció, az élet kódjai, és valójában az emberi lélekbe is ugyanilyen brutálisan avatkozik be. Valójában akár tudunk akár róla, akár nem, a kereskedelmi televízió globális véleményhatalmi diktatúraként a lélek legbelső struktúráit roncsolják szét, ennek minden következményével. Együtt értelemszerűen mindhárom mögött, akár az anyagi folyamatok manipulálása mögött, akár az élet folyamatok genetikus manipulálása, akár a lélek manipulálása mögött, valójában a lehető legnyersebb, rövidtávú profit érdekek húzódnak meg, a pénzben mérhető anyagi haszon növelésének feltétlen igénye, akár a világ elpusztítása árán is. Az a csapda, ami az elmúlt néhány évszázad során kialakult, ezt talán már az előző években is mutattam, de most sem tudtam ennek ellenállni, az leginkább ebben a, most már egy kicsit pörgetni igyekszem, ebben a hosszú távú idősort ábrázoló grafikonon, illetve hát oszlopdiagramokban mutatkozik meg.
Az elmúlt 2000 évet évszázadonként mutatja ez az ábra, részben az a sötétkék, feketésnek látszó sötétkék, ami az összes gazdasági kibocsátás, tehát a gazdasági tevékenységek eredményét, persze mindig kumuláltan kell ezt érteni, összehasonlítható áron. Nem, persze nyilván nem lehetett egyszerű feladat, mondjuk az elmúlt 2000 év gazdasági teljesítményét, de fogadjuk el, hogy azért léteznek olyan eljárások, amivel viszonylag jó becslés adható, és a leér emberéletek száma, tehát nem egyszerűen az emberiség létszáma szerepel ott a halványkék, hanem a leért emberéletek száma, ugye a kettő szorzata, tehát az emberiség lélekszáma és a születéskor várható élettartam növekedése is benne van persze, amikor a leért emberéletek számát nézzük, és a legmegrendítőbb az, hogyha megnézitek ennek a 2000 évnek a történetét, valójában a 17. századig semmi nem történik. Tehát 17 évszázadon keresztül az elmúlt 2000 évből 1700 év úgy telik el, hogy sem gazdasági növekedés, sem népesség növekedés, legalábbis a mai mércével mérve egyáltalán nem zajlik le. Még kumuláltan is a 17. századig, tehát 1700 év minden gazdasági növekedése és minden népesség növekedése olyan alacsony, hogy nem is érzékelhető ez a változás 1700 év alatt. A 18., 19., 20. és 21. században azonban megdöbbentő átalakulási folyamatok mennek át. Elég arra gondolnunk, hogy a 20. század során az összes gazdasági tevékenység, tehát 2000 év összes gazdasági tevékenységének az 55%-a egyetlen évszázadra, a 20. századra összpontosul, és a 21. századból igaz, mindössze csak egyetlen évtizedet tudott ott még figyelembe venni, mert ez talán 2011-ben készült, tehát az ott egyetlen évtized, és egyetlen évtized adja 2000 év kumulált gazdasági produkciójának a 20, majdnem a 25%-át. Tehát 2000 év minden gazdasági tevékenységének egy negyede az egyetlen évtizedre, a 2000-től 2010-ig tartó évtizedre esik. És ugyanilyen döbbenetes erővel működik, ugye a leélt emberéletek, az egész 2000 év alatt leélt emberéletek egy harmada az a 20. században. Tehát a leélt emberéletek a 20. században játszódnak le, mármint az egy harmada, 2000 év leélt emberi élete, nehéz ezt pontosan kimondani, 2000 év alatt leélt emberi életek számának az egy harmada egyetlen évszázadra, a 20. századra összpontosul. Nem mennék részletekbe, mert ez önálló előadás témája lehetne, de hagyosszam meg veletek, mert erre itt még nem volt lehetőségem. A migráns válság engem is mindnyájukat megrázott, és ezért kénytelen voltam a mögötte meghúzódó népesedési folyamatokkal, és ugye népesedés és energia, energetika, mint az előbb is láttuk, nem elválasztható egymástól, ugye Georgescu éppen erre hívja fel a figyelmet, hogy azért nem mindegy, hogy mennyi ideig akarjuk ezt a népességet fenntartani, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha látjuk az alapvető összefüggéseket, akár hiszitek, akár nem, a népesedés elmélet egyetemi szinten is valójában nem más, mint népesedés szociológia, tehát ugye a szociológia egy ága, a demográfia. Ma is megelégszik annyival, hogy ezt tanítják az egyetemeken is, hogy az emberiség népesedési szempontból három korszakra osztható. Van egy hosszú korszak, amikor nagyon magas a születésszám, de nagyon magas a halálozás is, ennek következtében évezredeken vagy évtizedeken keresztül gyakorlatilag semmiféle népesség növekedés nincs. Például ősi egyiptomi birodalomban 4000 éven keresztül semmiféle gazdasági növekedés és népesség növekedés nem volt, ezen is érdemes elgondolkodni, hogy ez viszont egyáltalán nem akadályozta meg őket abban, hogy olyan technológiai teljesítményeket produkáljanak, amit ma nem csak utánozni nem tudunk, hanem megérteni sem az esetek nagy részében, ha pedig megnézitek az 5000 évvel ezelőtti használati tárgyaikat, olyan méltóság és olyan emelkedettség árad, és olyan elegancia árad belőlük, hogy az embernek elakad a lélegzete, és ebből azért kiderülni látszik, hogy nem feltétlenül, és 4000 éven keresztül, tehát még egyszer mondom, se gazdasági növekedés, se népen, nagyon jól megvolt a népesség és gazdasági növekedés nélkül, ami egyetlen magyarázat adódik, hogy nem
a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas óriási anyagtömegek számosságának folyamatos növelése volt a stratégiai célfüggvényük, hanem ezzel szemben a létminőség, a szakrális létminőség türelemmel, szelítséggel, alázattal való folyamatos emelése. És ezen nyomvonalon elindulva kellene nekünk is, nyugati embereknek, a nyugati modernitás emberének végig gondolni egyet és mást mindezzel kapcsolatban. De amire szerettem volna felhívni a figyelmet, aztán most már igyekszem tényleg minél gyorsabban végig pörgetni, az az, hogy visszatérve az uralkodó népesedési elméletre, tehát máig is egyeteme is azt tanítják, tehát hogy három szakaszra oszlik a emberiség története népesedési szempontból, hosszú évezredeken vagy évtizedeken keresztül rendkívül magas a születés, de rendkívül magas a halálozás is, és ezért nincs semmiféle népességnövekedés. És aztán majd, hát részben már van, mondja, kicsit bizonytalanul, részben lesz egy olyan korszak, amikor viszont rendkívül alacsony lesz a születésszám, és rendkívül alacsony lesz a halálozás is, és akkor meg azért fog az idők végezetéig feltehetőleg stagnálni az emberiség lélekszáma. És hát a kettő között van, mondja az uralkodó népesedési elmélet, a 18. ugye itt látható, a 18., 19., 20. és 21. század, tehát nagyjából 4 évszázad, amikor tulajdonképpen létrejön az emberiség. Hát itt óriási robbanás megy végbe. Egyébként, ami előtte van évezredekig, meg ami majd utána lesz évezredekig, vagy akár évmilliókig, ott mindig stagnálás jellemző, csak annyi a különbség, hogy az elsőnél nagyon magas születés, nagyon magas halálozás, ott pedig nagyon alacsony születés és nagyon alacsony halálozás és azért stagnálás, és változás, robbanásszerű növekedés, az csak a kettő között van. És ezt elintézi azzal, az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevesse, de tényleg így van, higgyétek el, elintézi azzal, hogy hát ez azért van, mert a halálozás az csökken, hála a jó Istennek, a modernitás, és ez kétségtelen tény, a járványok megfékezésével és a születéshez fűződő halálozással, mert az anyai halálozás is, meg a magzati élet és csecsemő haladóság is rendkívül magas volt évezredeken keresztül, ez kétségtelen, tehát itt a modernitás óriási eredményeket ért el, megfékezte a járványokat, illetve az anyai és gyermek halálozást igen jelentősen tudta csökkenteni, és azzal intézi el, hogy tehát a halálozás jelentősen csökken, ez a modernitás, ugye 18., 19., 20., 21. század, és a születésszám pedig nem alkalmazkodik a halálozás csökkenéséhez, de különösebben nem magyarázza meg, hogy miért nem alkalmazkodik, és eltöprengve mindazon, amit ma ez a migráns válság jelent, én nagy tisztelettel ajánlanék egy munkahipotézist megértő kegyeitekbe ezzel kapcsolatban. És kíváncsi is lennék, hogy erről mi a véleményetek. Publikálni még nem nagyon publikáltam, de én ebből nem tudok másra gondolni, ha megnézzük ezt az adatsort, mint arra, hogy a világot ténylegesen irányító erők, a nyugatias modernitás létrehozó, kivitelező és irányító erő nem az emberiség létszámának a növelésére, tehát hogy e mögött tudatos stratégia húzódik meg, mármint hogy robbanásszerűen növekszik az emberiség lélekszáma ebben a 4 évszázadban, de nem elsősorban az emberiség lélekszámát kívánták emelni a világot meghatározó erők, hanem az engedelmes munkaerőállatok gigantikus csordáit kívánták túltenyészteni. Ez első hallásra talán furcsának hangozhat, mert ugyebár hogy lehetne az élő embert a munkaerő mi voltától elválasztani. Hát normális körülmények között nem is lehet, de a világot irányító erők számára ez az elválasztás mégiscsak lehetséges. Ők semmi más nem akartak, nem emberek tömegeire volt szükségük, amikor igenis tudatosan akadályozták meg azt, hogy a születésszám úgymond hozzácsökkenjen a csökkenő halálozáshoz, és ez okozza a népesség robbanást, hanem engedelmes, ahogy mondtam, engedelmes munkaerőállatok gigantikus csordáira volt szüksége a világ urainak, és erre van egy nagyon egyszerű magyarázat. Tavaly itt járt magyarul megjelent könyvének bemutatóján Thomas
mert ugye az ezt nem ejtjük a franciába, Thomas egyébként, Thomas Piketty, a francia sztár közgazdász, aki 40-valahány évesen, nyilván rövidesen Nobel-díjat fog kapni, meg is érdemli, mert egy rendkívül fontos, olvassátok el, nagyon tanulságos és roppant adatgazdag a könyve, az a címe, hogy Tőke a 21. században, a Tőke a 21. században, és a következtetésének lényege, ugye 100 ember dolgozik a keze alá, nagyjából milliárdos költségvetéssel, kiváló kutatóintézet, de legalább van eredménye, mert elképesztő dolgokat hoztak a felszínre. Például azt, hogy ez alatt a 4 évszázad alatt, 18., 19., 20. és most már 21. század, a tőke jövedelme, növekedési üteme 5-ször akkora volt, mint a munkajövedelmek növekedési üteme. És innentől az ember már érteni is véli az iménti összefüggést, tudni, mikor is lehet tartósan, alacsonyan tartani valaminek az árát. Akkor, hogyha óriási bőség van belőle. Ha óriási és folyamatos túlkínálat van belőle, akkor értelemszerűen annak tartósan, nagyon alacsonyan lehet tartani az árát. Ha tehát én azt akarom, hogy a munkaerő állat, a munka által áruba bocsátott munkaerő ára történelmi időkön keresztül rendkívül alacsony legyen, akkor ezt leginkább úgy tudom elérni, hogy túltenyésztem a munkaerő állatokat. Extrém bőséget állítok elő belőlük annak érdekében, hogy az állandó túlkínálat történelmileg folyamatosan rendkívül alacsonyan tudja tartani a munkaerő árát. És ezt minden kétséget kizárólag sikerült is elérni, mert azért gondoljatok bele az iménti gondolatkísérletbe, ugye az 1%-os növekedés milyen pinflinek látszik rövid távon, de hosszú távon gigantikus eltérésekhez vezethet. 4 évszázad azért már elég hosszú idő, ha 4 évszázadon keresztül a tőkejövedelmek 5-ször olyan gyorsan emelkednek, mint a munkaerőára, tehát a munkajövedelmek, akkor ez 100 000 milliárd dollárokban kifejezhető. Az a kert, tehát az az olló, ami a tőkejövedelmek, tehát a profitok növekedése, illetve a munkaerő árát jelentő munkabér között feszül, az 400 év alatt több 100 000 milliárd dolláros különbség. Ahhoz képest, mintha az történt volna, hogy a munka gyümölcseiből a tőke és a munka is azonos arányban részesedik. De ha a tőke folyamatosan 5-ször akkor arányban részesedik, akkor a folyamat végén több 100 000 milliárd dolláros különbség adódik. És innentől már egy kicsit érthetőbbek azok a gigantikus vagyoni különbségek, amelyek ma a világon kialakultak, hogy a világ vagyonának az 1%-át 85 ember, ezek mind dollár 10 milliárdosok, tehát átlagosan 50 milliárd dolláros magánvagyonuk van, ők 85-en a világ vagyonának 1%-át birtokolják, és szintén a világ 1%-át birtokolja a legszegényebb 3,5 milliárd ember is. És azért 85 és 3,5 milliárd között van némi különbség, és ez a különbség az, ami pontosan ezekre az okokra vezethető vissza. A világ azért kerül végzetes csapdába a 21. század során, mert, és akkor ezzel befejezném, ezt a belátom kicsit, nem kicsit nagyon, hogy klasszikust idézek, rémálomba illő munkahipotézist, mert hogy a világ urai egyre nyilvánvalóbbá teszik, hogy ez eddig így volt, tehát munkaerőállatok gigantikus csordáira volt szükség ahhoz, hogy alacsonyan tartsák a munkaerőt, de a technoevolúció következtében rohamos gyorsasággal szűnik meg a munkaerő iránti globális kereslet. Vagyis eddig ez jelentette számára az emberi létezés kifosztásának legfőbb lehetőségét, de innentől kezdve nincs szükség emberiségre. Tehát 400 éven keresztül felnöveltem az emberiség létszámát, mert akkor ezzel a módszerrel tudtam véghez vinni ezt az erőforrás kiszívást, de innentől kezdve a technoevolúció nyomán nincs szükségem emberiségre, a szószoros értelmében. Akár hiszitek, akár nem, kimutatható, ez is a Piketty könyvben van benne, hogy ma már 3 milliárd ember, olyan ember él a Földön, aki akármilyen nyomorúságosan is fogyaszt,
nincs már abban a helyzetben, hogy a bármilyen nyomorúságos fogyasztásának munka fedezetét produkálni tudja, mert a semmibe, a semmi ágán ül, nem csak szíve, az egész teste is, a semmiben létezik. A világnak olyan vidékein, ahova a tőke már nem megy, minek is menne, mert hiszen a munkaerő állatok ott már olyan állapotban vannak, hogy azokból nem tud semmilyen módon semmit sem kiszívni. 870 millió ipari munkás állítja elő ma 7,5 milliárd ember számára az iparcikkeket, de ha mindegyikük a ma már elérhető és működő legmagasabb technológiai szinten termelne, akkor 50 millió ipari munkás is elő tudná állítani 7,5 milliárd ember számára az összes iparcikket. És a következő 50 évben az sem kizárható, hogyha ezen a vonalon halad tovább az emberiség, hogy egyetlen egy millió ipari munkás is képes lenne akár 10 milliárd ember számára előállítani az összes ipari jószágot is. Ezek után, noha ez látszik a legsötétebb víziónak, és maga az összeesküvés elmélet, de sajnos elég logikusnak látszik, ha a világ urai felteszik a kérdést, hogy jó, de akkor mi szükség van emberiségre? Ezek után semmiféle értelme számukra az emberiség fenntartása. Tehát, hogyha ebből a szemszögből közelítjük meg azt az iszonyatot, ami ma a migráns válság kapcsán megmutatkozik, és csak úgy mellesleg teszem hozzá, hogy a becslések azért elég izgalmasnak mutatják a 21. század további részét, mert Nigériában, ahol a II. Világháború után mindössze 30 millió ember él, most meg 200 millió, és 2100-ra eddig csak 913 milliós népességet vártak, de az ENSZ mai hivatalos becslése 1 milliárd 120 milliós népesség csak Nigériára, ahol a II. Világháború után még egyszer mondom 30 millió ember él, és 2100-ban 1 milliárd 120 millió ember fog élni, és az Economist cinikusan még azt is hozzátette, hogy de hát 300 milliónál több állóhelyen sem fér be Nigériába, amiben valószínű igaza is van, és akkor ez azt jelenti, hogy 820 millió ember kívülreked, majd, és nagy valószínűséggel elindul afelé az Európa felé, ahol akkoriban már összesen csak 400 millió ember fog élni, és mindössze Nigériából 820 millió ember kívánna bevándorolni. Tehát ezek a gigantikus feszültségek megint csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ezt az alapvető kérdést, a népesség, az anyag, az energia, entrópia legalapvetőbb összefüggéseit a hivatalos és uralkodó közgazdaságtan nem csak hogy megoldani nem tudja, hanem elemi szinten értelmezni se. És ez nem túlságosan jó egyik számára sem. Nekem személy szerint is szégyen, hogy a választott szakmám ilyen mértékben bizonyul látványosan képtelennek arra, de közben büszkén változatlanul hirdeti azokat a végzetes téveszményt, amelyek természetesen nem csak hogy semmire nem alkalmasak ezzel kapcsolatban ennek az értelmezésére, hanem ezzel szemben viszont nagyon alkalmasak arra, hogy tökéletesen téves, a téves értelmezés, ha úgy tetszik, a téves értelmezési keretek ketreceibe tárolja az emberiség jó részét, aminek csak az lehet a következménye, hogy a bukás és a feszültség, ami majd akkor alakul ki, amikor látványosan nekiütközünk, ha úgy tetszik, ezen folyamat legvégső sziklafalának, az még sokkal nagyobb legyen, mint akkor lehetne, hogyha időben felismernénk ezt, és legalább megpróbálnánk fékezni ezeket a folyamatokat. És most már erre már felhívtam a figyelmet, hogy az exponenciális növekedés akár néhány ezer év alatt és mondjuk 10 000 év alatt is a semmibe vezet, tehát ez nyilvánvaló zsákutca. Még egy érdekes, ezt még azért hagyd mondjam el, azt mutatja ez az ábra, egy 200 éves, több mint 200 éves, ugye 1820-tól 2030-ig tartó idősoron, hogy az egyes vezető országok, és ugye a világadata is ott van, az a vastag vonal, az a vastag fekete vonal, hogy a világ egyes meghatározó országai az energia hatékonyságukat hogyan változtatták meg ebben a időszakban. Azt látjuk, hogy valamennyi meghatározó ország, ugye ott van Amerika, ott van Kína, Oroszország és India,
valamennyi ország nagyon-nagyon alacsony szintről, majd erre mindjárt visszatérnék, kezdi. Ez ugye azt mutatja meg, hogy mennyi, ez tehát 1000 dollárnyi GDP, tehát 1000 dollárnyi gazdasági produkcióhoz mennyi energiát, mint kőolaj, ugye kőolajban, mondja, hogy a kőolajfondákban fejezi ki, mennyi energiát használ fel. Azt látjuk, hogy a modernitás minden ország esetében, és nyilván a világ esetében is, jelentősen növeli az energia, a fajlagos felhasználását. Tehát 1000 dollárnyi gazdasági teljesítményhez egyre, vagyis magyarul katasztrofálisan romlik az energia hatékonysága a modernizáció első szakaszában valamennyi országnak. A leglátványosabban, ez szinte felfoghatatlan, ugye Kínában az 50-es, 60-as években, akik, ahogy említettem, már a 70-es, vagy a 70-es években is aktív keresők voltak, mint én, azok talán emlékeznek rá, így gyerekként is emlékszem, maga a kifejezés is nagyon megragadt bennem, úgy hívták, hogy népi kohó. Csak a fiatalok a kedvéért mondom, hogy parancsba adták 1952-ben Kínában, hogy minden községre, a legkisebb falu is rövid időn belül kohót építsen, és a falu végén acélt öntsön. Szóval most nem tudom, tetszik-e érteni, ez meg is történt. Az energia hatékonysága ezeknek a falu végén nem kúrta kocsma, hanem acélkohó, hogy ez körülbelül hogy működhetett. Tehát gyanítom, hogy abban a függőlegesen felfelé törő, köszönöm szépen, az felfelé törő vonalban mondjuk ez is szerepe játszhatott, de a téves világértelmezési logika is része az emberiség meg nem rász, még meg nem gondolt gondolat az emberiség történetének. Tehát ez is része az emberi történelemnek, és minden következményén érdemes elgondolkodni. De ami miatt tulajdonképpen, aztán persze nagyon biztató az egész dolog, mert valamennyi ország, Kína is, radikálisan visszahozza arról az elképesztő. Tehát ugye Kína esetében is egy hatodára, vagy sőt egy hetedére csökkenti az elmúlt 40 év során azt az energia, azt a katasztrofális energia deficitet, vagy nagyon rossz fajlagos mutatót, de ami miatt valójában ezt az ábrát megmutatom, nem tudom, az Economist, ugye ez is az Economistból való, az Economist szerkesztői elgondolkoztak-e ezen, az az indulás. Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy valamennyi, tehát mielőtt a modernitás elkezdődne, szinte a nulláról indul. Hoppá! Akkor ezek szerint az elmaradott, tradicionális gazdaság energiafelhasználási fajlagosai sokkal jobbak voltak, mint a ma. És ez a dolog lényege, mint a ma, ahová a hipermodernizált Kína meg az Amerikai Egyesült Államok eljutottak, az még mindig lényegesen magasabb, mint ahonnan egyáltalán indultak a 18. század végén vagy 19. század elején. Tehát ez azért nagyon fontos, azért nagyon-nagyon fontos üzenet, mert mielőtt pálcát törnénk a tradicionalitás felett, és úgy gondolnak, hogy fúj, hát az elmaradott meg. Azért érdemes azon elgondolkodni, hogy amit mi elmaradottságnak látunk, az valójában például energetikai szempontból összehasonlíthatatlanul hatékonyabb, mint amilyet ma a legkülönlegesebb technológiákkal el tudunk érni. És mivel a szokás szerint befejezni nem tudom, inkább csak abba hagyni, ezért most már csak végighadarom az egészet, szóval Hamvas Béla idézetet mindig el szoktam mondani. A lényeg az, hogy az ember vagy jótékony, a jó gazda gondosságával gazdálkodni képes atya a világnak, vagy kirablója annak. Hamvas Béla többször visszatér erre. A kérdése ma azt hiszem nem kell különösebb kommentár ahhoz, ha körülnézünk, hogy inkább az utóbbi látszik megvalósulni. Ez ugye az a nevezetes ábra, ami jelzi, hogy nagyjából a 70-es években az emberiség még körülbelül csak annyit vett ki a természetből, mint amennyi egy év alatt valóban létre is jött, tehát csak a hozamot marta ki. Azonban ez a dátum egyre inkább előre jön, 2010 körül már ugye augusztus 20-a táján járunk, ami azt jelenti, hogy nagyjából augusztusi kimarja
a Föld életteréből azt, ami egész évben termelődik, tehát az év további részében már magába a tőkébe mar bele. Az a bizonyos overfishing esetében ez még brutálisabb, mert ott gyakorlatilag ma már a kétszeresét veszük ki a tengeri élővilágból, mint amennyi egy év alatt ott normálisan újra termelődik. Polányira is mindig felszoktam hívni a figyelmet, gyakorlatilag Magyarországon teljesen ismeretlen, miközben a nyugati egyetemeken, ha nem is immelámmal, meg nem jó szívvel, de azért elismerik a történelmi érdemeit abban, hogy ez a bizonyos Great Transformation, vagyis Nagy Átalakítás című többenetes erejű műve, most már hál' Istennek magyarul is olvasható, az interneten is elérhető, PDF-be, tényleg mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert hihetetlen, tehát nagyjából Georgescu szintjén, amit ott bemutattam, fejti ki ezt, és méltatlanul elfeledett hazánk fia, aki a 30-as, 40-es években már megfogalmazta ezeket az alapvető összefüggéseket. Az energetika azért játszik és fog játszani a 21. században ebben az egész kérdésben döntő szerepet, mert szinte minden fontos dimenzió, a társadalmi dimenziója, az ökológiai dimenzió, a technoevolúció síkja ennek az egész kérdéskörnek, és a legmélyebb hatalmi összefüggései egyszerre összpontosulnak a energetikában. Éppen ezért van rendkívüli jelentősége annak, az Energia 2000 egész tevékenysége erről szól a elmúlt 16-17 évben, hogy milyen rendkívüli jelentősége van annak, hogy azok, akik az energetikában tevékenykednek és gondolatokat fogalmaznak meg, minél kevésbé hagyják, hogy az az elképesztő erejű hatalmi manipuláció, ami értelemszerűen éppen ezen érzékenysége következtében körülveszi ezt az egész kérdéskör, az szabadon topzódhasson, és hamis fogalmak értelmező hatalmi ketrecébe zárja a világot. A mérnöki lét csapdája is ugyanebből vezethető le, hiszen megint csak József Attilát, ugye ezen a napon azt hiszem talán megbocsátható, a többször is idézzük József Attilát. A mérnöki lét csapdáját talán az a sora fejezi ki, azt hiszem ez a város pereményből van, kiintilen talán a földes úr, a juhász vad nevén, gyermekkor a gyermekkorunk velünk nevelkedett a gép. Na, szóljatok rá, mi tudjuk a nevét. Gyermekkor a gyermekkorunk velünk nevelkedett a gép. A gép, mint eszközkészítő eszköz, úgy jött létre, hogy a paraszti munka, a paraszti türelemmel, szelítséggel, alázattal valójában évszázados paraszti bölcsesség alapján jöttek létre a legalapvetőbb szerszámok is, eszközök, és aztán az eszközkészítő eszköz a gép. Csak utána ezt az elképesztő szellemi teljesítményét a szakrális paraszti gazdaságnak kivonták és szembefordították vele. József Attila szegény ezt is megírta, amikor azt mondja, hogy amit védtem, nincs jelen, azt most már mások védik ellenem. És pontosan ez történt, a gép a szakrális paraszti társadalom szellemi terméke, de elvonják belőle és szembefordítják vele. A modernitás valójában ezt jelenti. És ezt követően nem csak a gépet fordítják vele szembe, hanem elveszik a földjét, bekerítése, aztán vadlássöprés az 50-es években, tettő ugyanaz történik, mint a 17. századbeli vagy 16. századbeli Angliában. Mondjuk elveszik a földjét, földön futóvá válik, de már várja a kint, illetve a földes úr, a juhász vad ebét, de a megvadult gép ott van a városokban, a manufaktúrákban, az a vicsorgó gép, amelyet valójában az ő szellemi termékeként vontak el tőle, de ott már az ő kifosztására, ott várja a városban az a pusztulás, amit a manufaktúrákban végzett ő napi 18 órás, és éppen hogy csak a legnyomorúságosabb létezést fenntartani képes bérér elvégez. Nagyjából ugyanolyan cinikus játszma ez, és akkor ráadásul még a városi levegő szabaddá tesz, mondták, hát körülbelül úgy, mint az Arbeit macht frei. Nagyjából mondjuk ilyen cinizmusunk volt az, ami a 16. századbeli, a 8. Henrik korabeli Angliában
és a 50-es évek Magyarországán lejátszódott, csak ugye ott bekerítésnek nevezik azt, amit itt patlássöprésnek, és ott városi manufaktúrának azt, amit itt nehez kubikusnak Sztalinvárosba körülbelül. És azt már csak halkan teszem hozzá, hogy ugyanaz történt a korabeli Angliában is, meg itt az 50-es években, hogy néhány év alatt az egyharmadára csökkent a parasztság jövedelme. Kubikusként Sztalinvárosba, ugyanis nagyjából anyagi értelembe véve is az egyharmadához jutott a parasztság hozzá, mint a szegény parasztként is akár tevékenykedve, az arról a különbségről meg, ami szellemi értelemben érte csapásként, az pedig pénzben nem is kifejezhető. Ez mind valójában a mérnöki lét csapdájával kapcsolatos, mert a mérnököt kényszeríti a modernitás arra, hogy asszisztáljon. Szakmailag szeretné értelemszerűen mindazt a tudást, ami évszázadok, évezredek alatt felhalmozott, továbbvinni, csak erkölcsi csapdába zárják, és az Energia 2000, valójában már is befejezem, az Energia 2000 is arra hívja fel a figyelmet, hogy ez az a legalapvetőbb kérdések, amelyek szakmainak vannak álcázva, valójában lelki, erkölcsi és szellemi problémákra irányítják rá az egész emberiség, benne elsősorban az értelmiség, és hát leginkább a mérnökség, meg persze nyilván a közgazdászok figyelmét is. Jósolni nehéz, pláne ami a jövőt illeti, mondta Niels Bohr egy kínai mondás alapján. Nehéz ma megmondani, hogy az emberiség hogyan találhat vissza, ugye go back to the future, és hogy egy kis vidámság is legyen ennyi szomorúság után, ezt már talán tavaly is bemutattam, nem tudom szükségesen lefordítani, ugye ez a evolúciós ívet fejeznék ki, de a legutolsó evolúciós láncszem, a modern ember jön vissza a jövőből, és hát a felirat nagyon leegyszerűsítve akkor csak annyi, hogy hát ezt elkúrtuk. Ezért aztán ugye go back, we fucked up everything, most már mindössze aprócska kérdésként az marad, hogy ezt a mai létező emberiség, ezt a go back, mert ideáig lassan mindenki eljutott, ezt hogyan és miként vihetné végbe. Végtelen, áldatos szívvel köszönöm mindnyájatoknak, hogy itt újra szólhattam. Hihetetlen szégyen tölt el azért, mert ilyen brutálisan visszaértem az idővel és a türelmetekkel, és csak azt remélem, hogy legalább nyomokban volt néhány olyan gondolat ebben, amelyet azért ajánlottam, és azért ajánlottam megértő kegyeitekbe, hogy talán ha milliméterekkel és grammokkal is, de egy picit közelebb kerülhetünk a méltó emberi élet elősegítésében. Nagyon szépen köszönöm.